szembe, taps, taps, taps. Előre, kettő, három, szembe, taps, taps, taps. Tovább, kettő, három, szembe, taps, taps, taps. Hátra, hátra, kettő, három, taps. Vissza, kettő, és karod. Körbe, kettő, három, négy, és a végén még egyszer. Mözsről, Kalocsáról, Paksról és Németkéről is érkeztek szépkorúak a Tolnai Altaripa szabadidőparkba, hogy együtt hódoljanak közös hobbiuknak, a szenior örömtáncnak. Szeretek táncolni, nagyon szeretem a társaságot, nagyon jó társaságunk van, jó hangulatot, megbeszéljük a dolgainkat, bármilyen problémánk vagy valami van, akkor azt meg tudjuk beszélni, jó kedvünk van. És egy kicsit el is fáradunk, ami az egészségünknek direkt jó, ez a mozgás. Mindegy, ahogy sikerült. A szenior örömtánchoz nincs szükség előzetes tánctudásra, sem partnerre. Kíméletes az izmok, ízületek számára, viszont egyedülálló módon segíti a demencia és az Alzheimer-kor késleltetését, mondja az oktató. A mai programnak az volt a célja, hogy négy csoportom van, Mös, Kalocsa, Paks és Németkér, és szerettem volna, hogyha ezek a táncosok megismerkednek egymással, miután ugye egyforma a hobbiuk, ezért gondoltam, hogy lesz közös nevező köztük. A másik szerettem volna megmutatni a hozzátartozóknak, hogy mi az, ahova a nagymamák rendszeresen elmennek, és lehetőleg ebben az időpontunk a tánc van, akkor nem érnek rá semmi más. Fontos ez számukra, hogy itt legyenek, aki egyszer megszerette ezt a táncot, az azóta nagyon szívesen jár ide, és hogy szerettem volna, hogyha megismerik a hozzátartozók is, hogy mi az, ami számunkra ilyen fontos, meg hogy meglássák ezt a közösséget, ahova szeretünk járni, hogy milyen is valójában. Ez a szenior örömtánc, ez az idős korosztálynak van, és arról szól, hogy karban tartson tulajdonképpen bennünket, úgy szellemileg, mint mozgásilag, tehát ez elsősorban igazából agytorna, tehát az agyat mozgatja meg, mert nagyon fontos, hogy ez alatt a másfél óra alatt, amíg táncolunk, magunkra, csak magunkra figyeljünk, akkor tudjuk ezeket a koreográfiákat elsajátítani. Ezek viszonylag rövid koreográfiák, amit ott helyben meg kell tanulni, nem kell megjegyezni, csak addig, amíg ott vagyunk, hogy figyeljünk, tanuljunk, és közben ugye élvezzük a zenét, a társaságot, és hát, hogy együtt vagyunk, ezt az együttlét örömét. És... Még egyszer. Volt most egy kis bemelegítő tánc, most majd csoportokat fogunk kialakítani, lesz egy-két táncok közben, ilyen pihenő időben lesz egy-két ilyen versenyszám, ilyen nagyon szolid, ami a mi korosztályunknak megfelelő. Végén lesz majd egy eredmény hirdetés, és minden szám között lesz pár tánc, amikor táncolunk. Tehát tulajdonképpen erről szól az egész nap. A Mözsi Klub most már lassan, hát szeptemberben leszünk 5 évesek, még nem teljesen 5 éve alakult. Ő volt az első kezdő csoportom, aki végig kísérte a próbálkozásaimat, meg a fejlődést, ami közben legalábbis, hogy remélem, hogy történt. És nagyon lelkesek, itt most a kékpólósok, a mözsiek, akik látszik, hogy nagy számban itt vannak, akik segítenek is itt, hogy ez a program lehetőleg zökkenőmentesen bonyolódjon le. 5 éve vagyok oktató most már. Amióta csinálom, nyugdíjba jöttem, és akkor gyorsan volt egy ilyen lehetőség, és meg is találtam a helyemet, ahol nekem lennem kell. Néha előfordul, hogy valahol föllépünk, mondjuk júniusban éppen minden hétvégén, de jellemzően azért ilyen sokat nem. Néha föllépünk, igazából ennek nem ez a feladata, hogy föllépjünk, de ha kapunk egy fölkérést, akkor a csoport szívesen készül rá, és akkor megmutatjuk, hogy tényleg miről is szól ez a szenior tánc, meg hát ha több embernek kedvet csinálunk, mert én úgy gondolom, hogy az idős korosztálynak ezt receptre kéne fölírni. A szenior táncosok a Tolnai Dunaparton egy kellemes, sportos napot töltöttek el.